Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Először megnézzük az ő gondolatait, ami itt középen látható. Valami nyomasztja őt. Szomorú gondolatai vannak. Benne van egy szűkös helyzetben. Nagyon sok mindent kell cipelnie. És itt átnyújt valamit. Lehet, hogy adott valakinek valamit, és ezt nem kapja vissza, és ez a gondja. De ez a kártya, amikor átnyújt valamit, az is lehet, hogy vannak gondjai, és ezt megbeszéli veled, átnyújtja számodra, tudni fogsz róla. Az ő érzelmeit itt látjuk. Itt a múltról van szó. Ezek kellemetlen dolgok, valami nyomasztja őt, és itt látható, hogy el kellene engednie a múltját. Szerintem sikerülni is fog neki, hiszen ez a kártya megjelenik az ő érzelmi világában. Ő érzi azt, hogy bizonyos dolgokat le kell zárni a múltból. És itt van az újjászületés. Miután ezt megtette, akkor lesz egy új irány, és ez olyan számára végül is, mint egy újjászületés. Mit fog tenni az itt látható jó oldalon? Vannak vágyai, álmai, elképzelései, és ez egy utazás. De mire ez megvalósul, kell még egy kis türelem. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt ez az érem. Jelenti az anyagiakat, vagy a munkáját, hiszen ez összefügg egymással. Lehet, hogy ott voltak gondjai, hogy keveset fizetnek, vagy nem érzi jól magát a munkahelyen. Az is lehet, hogy valaki kihasználta őt anyagilag. Itt fogva tart valamit, pedig át kellene neki ezt nyújtania. Az is lehet, hogy vannak elvárásai, különösen ami az anyagiakat, a munkát illeti, és szeretne megkapni valamit, hogy valaki nyújtson át számára valamit, de ez az illető mindent így fogva tart, és nem ad neki semmit. Itt látható a múlt, ami nem volt kellemes számára, de lezárja a múltját, az itt is látható, hogy az egyik partot elhagyja, ami a múltat jelenti, és irányítja a dolgokat egy új part felé, ami még ugyan nem látható, de megvan az irány, lesznek változások. Itt az újjászületés az szerencsét hoz számára, sőt megvan nála a bizalom, hiszen itt láthatóak a csillagok, és ő tudja, ő érzi azt, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban megvan írva. Itt lezárja a múltat, elbúcsúzik ettől a parttól, lesz mozgás, vannak lehetőségei, lehet, hogy kicsit türelmetlen, vagy amit még szeretne, az lehet egy utazás, ami itt is látható a képen,
és itt jobb oldalon a kártyák utalnak arra, amit ő tenni fog, ezek a cselekvések. Ő megbízik a sorsban, hogy ez a sors kerék szerencsét hoz, minden jóra fordul. És itt látható a türelem. A kezébe veszi a dolgokat, cselekedni fog, kimutatja a tűz elemét, a bátorságát, a lelkesedését. Lehet, hogy itt ez a kártya a türelmetlenséget jelenti, itt viszont a türelmet. Itt kell azért majd az egyensúly. Nem szabad elsietni a dolgokat, de látni kell a lehetőségeket, és nem szabad elaludni a lehetőségeket. Itt van egy álom, mégpedig az, hogy ő tudjon cselekedni, hogy a sors kereke olyan irányba mozogjon, ahogy ő ezt elképzeli, és itt ez lehet egy utazás. Az ő jelenlegi helyzete. Mozgásba jön, sőt, átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, ami az érzelmeket jelenti, kimutatja az érzelmeit, és így közeledik hozzád. A te jelenlegi helyzeted. Itt vannak szép emlékek a múltból, érzelmek, te türelmes vagy, vársz rá, valahogy érzed, hogy közeledik hozzád, és lesznek ilyen szép romantikus pillanatok. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a jóslás, örülnék annak, ha lájkolnád a videót, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!